Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, legfontosabb híreink következnek. A Magyar Kálvária stációinak örökbefogadására hirdetett pályázatot Sátoraljóújhely önkormányzata. Helyi csoportok bemutatójával a vízikapunál tartották a városi majálist Sárospatakon. Jó forgalomra számítanak a hosszú hétvégén az Zemplén Kalandparkban. A Sátoraljóújhelyi önkormányzat felhívásban hirdette meg azt a kezdeményezését, amelyben a Szárhegyre épült Magyar Kálvária gondozására, ápolására várja a civil szervezetek, iskolák, egyesületek jelentkezését. Az ötlet lényege, hogy minden nemzeti kegyeleti emlékhelyhez köthető épületet egy szervezet örökbefogad és vállalja annak rendben tartását. A vállalás önkéntes és nagyobb karbantartási munkálatokat, valamint a sétány rendben tartását továbbra is a város látja el. Az 1938-ban épült Magyar Kálvária nem egyszerű kirándulóhely. Az elcsatolt magyar településeknek emléket állító stációk a kapu és a Szárhegy tetején épült Szent István kápolna közösségi összefogás eredményeként épült meg 77 évvel ezelőtt. A város vezetője újra közösségi összefogásra buzdítja a városban élőket. A Sátoraljóújhelyi önkormányzat felhívást tett közzé a civil szervezetek, iskolák, egyéb közösségek között. Fogadjanak örökbe egy stációt a Szárhegyen, de vállalhatják a bevezető kapu, az anyák tere, az országzászló és a Szent István kápolna rendben tartását is. Ezeket és ezeknek a környékét lehetne rendben tartani januártól december végéig. Kisebb javításokat végrehajtani rajta, egy kicsit parkosítani és odafigyelni rá. Persze a nagyobb munkákat, azokat az önkormányzat továbbra is, mint ahogy eddig is kézbe veszi és rendezi, de ez egy valódi civil összefogás lenne. Már csak azért is, mert egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre több látogatója van a Magyar Kálváriának, és én azt hiszem, hogy a reményeink szerint az évem nyár folyamán elkezdődő beruházások eredményeképpen, mint ahogy elhangzott, még többen lesznek. A Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata egyik olyan civil szervezet a városban, amelynek tagjai magukénak érzik a Kálváriát. A trianoni békediktátum évfordulóján ide szervezik megemlékezésüket, így ebben az időben a takarítást és a stáció környékének rendben tartását is elvégezték eddig is, mondta a szervezet alelnöke. Már régebben is vállaltunk a város részén, illetve a városnak ezen a részén munkálatokat, mert 2000-ben volt először a Magyar Diákok és Tanárok Nemzetközi Találkozója, és akkor voltak felújítva a stációk. Már akkor vállaltuk mi azt, hogy a 10-es és a 11-es stáción 3 emléktáblát helyeztünk el, mert a 10-es táblán, Brassó az egyik tábla, a másikon Nagyegyed és Segesvár, a 11-es stáción pedig Gyulafehérvár és Marosvásárhelynek állítottunk emléket, tehát ezt a továbbiakban is vállaljuk. A fogadj örökbe egy stációt felhívás természetesen a szárhegyi építkezések után indul el. Addig a terület egy részét munkagépek foglalják el. Az igényeket a beérkezés sorrendjében a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni írásban a vállalt emlékhely megjelölésével. Idén is a vízikapunál tartották a városi majálit Sárospatakon. A délelőtt 9 órakor kezdődött programok között megtalálható volt a tánc a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából. Bemutatót tartott a helyi ökölvívó szakosztály és a modellező klub is. A Sztárai Mihály csekk és csapat ügyességi játékokkal várta az érdeklődőket. Szikrázó napsütésben zajlott a majális Sárospatakon. Az utóbbi évek hagyományát követve idén is a vízikapunál tartották meg a programokat. A város alpolgármestere ünnepi köszöntőjében május 1-e eseményeiről beszélt.
arról, hogy a 19. században a chicagói munkások hirdettek sztrájkot a 8 órás munkaidő bevezetéséért, majd évekkel később ez nemzetközi ünnepé vált, a 20. majd pedig a 21. században pedig további események kapcsolódtak hozzá május 1-jéhez. Május 1-je egyházi ünnep is egyben, munkás Szent József a munkások védőszentje tiszteletére. A katolikusok ezen a napon Jézus nevelőapjára, az Árcsra emlékeznek, az ünnepet 1955. május 1-én rendelte el 12. Pius pápa. És a 4. születésnap a legfiatalabb, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én Magyarország 9 másik állammal együtt az Európai Unió teljes jogú tagja lett. A majális színes forgataggal várta az érdeklődőket. A 2014-es május 1-én Sárospatakon a Vízikapunál a Boxklub bemutatója, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei műsora és természetesen a klasszikus, a Ringispiel is várta az érdeklődőket. A tánciskola itt mutatta be azt a balettprogramot is, amellyel idén először országos tanulmányi versenyen vesznek majd részt. Modern táncosaink és a balettosaink először fognak országos tanulmányi versenyen részt venni, és ugye ezeknek a versenyeknek külön koreográfiai készülnek. Az ilyen rendezvények, ahol van lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak színpadi körülmények között, minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnunk. Ez volt az első olyan alkalom, hogy ezeket az elkészült koreográfiákat közönség elé tudtuk vinni. A rendezvényre kilátogatók szerint mára megváltozott az ünnep szerepe. Ön szerint mit jelent ma, május 1-e? Hát hivatalosan ugye a munkaünnepe elvileg, de ilyenkor a gyerekeknek, szülők a gyerekekkel szórakoznak tulajdonképpen. Az a lényeg a dolognak, a családon belül, gondolom. És így is volt, sokan érkeztek kisgyermekekkel, és még többen beszéltek arról, hogy a kirándulások ünnepe lett számukra május 1-e. A húsvétihoz hasonló forgalomra számítanak a hosszú hétvégén is a Sátoraljaújhelyi Kalandparkban. A Magashegyi Sportcentrum legkedveltebb élményeleme változatlanul a bob és a kalandpálya. A húsvéti ünnepek alatt a legtöbben ezekre váltottak jegyet, így péntektől hétfőig mintegy 7 millió forint bevételt könyvelhettek el a kalandparkban. A látogatószám emelkedésével egyre több az elhagyott telefon, sapka és napszemüveg. A sportcentrum ezeket a tárgyakat megőrzi, igény szerint visszaküldi. A fotók a kalandparkban készültek a húsvéti ünnepeken. Az első tavaszi hosszú hétvégén számos látogatója volt a Sátoraljaújhelyi Sportcentrumnak, a bruttó bevétel 7 millió forint volt. A turistaforgalom nem csak a munkaszüneti napokon emelkedett érezhetően, ami a kalandpark igazgatója szerint köszönhető annak is, hogy az elmúlt évben és már idén is több nagyvárosban jelentek meg, reklámozva a központot. 2013-as évben 4 alkalommal voltunk a Turinform irodával közösen egy ilyen kitelepülésen, Nyíregyházán, Debrecenben több alkalommal is, valamint Szegeden, és ezek után néhány héttel már tapasztalható volt, mérhető és lekövethető az, hogy ezekről a küldőterületekről megnövekedett a vendégek száma. Ahol ezt mérni tudtuk, az a kalandúrapályáknak a forgalma, ott látványosan megemelkedett a látogatószám, a vendégszám. Páncélszekrény őrzi azokat az értékes mobiltelefonokat és más tárgyakat, amelyeket bobozás, libegőzés során veszítenek el a látogatók. A gondatlan kalandparkozók elhagyott tárgyait megőrzik a sportcentrum dolgozói, és ha kérik, postázzák azt a tulajdonosoknak. Sajnos az üzemidőben semmiféleképpen nem lehet feljönni a bob pályára, itt a pálya mellett úgymond bóklászva keresgélni a telefonokat. A kollégák üzemidő után pályabejáráskor meg szokták ezeket nagyjából találni, ezek felkerülnek a központi épületbe, az irodába, és ezért kértük azt a közösségi oldalunkon is a vendégeinktől, hogy ilyenkor, amikor tapasztalják, hogy elhagyták a telefonjukat, hagyjanak meg elérhetőséget, egy postacímet, vagy egy e-mail címet a kollégáknál, mert amint megtaláljuk, és a telefon leírását természetesen, mert ahogy ezt megtaláljuk, akkor mindenféleképpen továbbítjuk a vendégeknek. A kalandpark a hosszú hétvégén több pénztárral várja a látogatókat minden nap este 6 óráig. Sárospatak mindkét református oktatási intézményében csütörtök délelőtt tartották meg a ballagási ünnepségeket. Délelőtt 9 órától a Vai Miklós Református Szakképző Iskola diákjai búcsúztak tanároktól, diáktársaktól, majdnem sokkal később a csengő búcsúval,
A református kollégium gimnáziumában is elkezdődött a ballagás. A két református oktatási intézményből összesen 210 diák ballagott el. Sárospatakon a májusi verőfényes napsütésben két oktatási intézményből összesen 210 diák mondott ma búcsút tanárainak és diáktársainak. Legkorábban a Vaj Miklós Református Szaképző Iskola és Diákotthon végzős tanulóinak ballagási ünnepsége vette kezdetét. 6 osztály járta végig még utoljára az iskola falait és azokat a termeket, ahol mindennapjaikat töltötték. A hagyományoknak megfelelően az iskola udvarán zajlott az ünnepség. Ennek keretében Csomós József tiszáninneni református egyházkerület püspöke szólt a ballagókhoz és családjaikhoz. Szeretném most ezen a napon pataki végzős diákjaink tarisznyájába tenni egy nevet és két számot, a név az Ézsaiás próféta, a két szám pedig 40 és 30. A 40. rész 30. és 31. verse: elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Majd dr. Téglás Zsolt igazgató ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők. Isten a te életed tervező mérnöke, és ő az építés vezető is. Sosem zavarodik bele a munkájába, mert tudja, mit tervezett, és tudja, hogy hogyan lehet azt felépíteni. Ha ő épít valamit, akkor az a leghatékonyabban és legtökéletesebben épül. Kérlek, ezt ne feledd és hidd el, így szilárd alapja lesz az épületnek, és neked is sikerülni fog az életvásznán a legszebb színeket kikeverni. Kedves végzősök, remélem mindig szeretettel fogtok visszaemlékezni a Vajra, mint almamáteretekre és Sárospatak városára. A végzős diákoktól Szabó Miklós 11. osztályos tanuló köszönt el. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni benneteket. Én legszívesebben a közös programokra emlékszem, azokra az eseményekre, versenyekre, vetélkedőkre, ahol büszkék lehetünk rátok, ahol nem csak a tanulás volt a fontos, hanem a vidámság, a humor, a kultúra, a sport, az, hogy együtt legyünk, igazi közösséget alkotva. A búcsúzó diákok nevében Strauss Simonetta és Olá Ádám köszönt el. Fiatalok vagyunk, lázadók, tedrekészek. Ha most kilépünk az ajtón, és az utunkat sikert felmelzen, akkor a törődésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része van. Köszönjük a bizalmat és a reményt, amit kaptunk. A hagyományoknak megfelelően a ballagók szalagot tűztek az iskola zászlajára, majd dicsérő oklevelet vehettek át kiemelkedő tanulmányi eredményeikért az arra érdemes diákok. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában is a hagyományoknak megfelelően előbb még egy utolsó közös sétával a folyosókon búcsúztak a diákok az Alma Mátertől, majd az 5 végzős osztály, azaz 97 diák már a református templomban megtartott ünnepi csengőbúcsú keretében köszöntek el diáktársaiktól és pedagógusaiktól. Csomós József tiszáninneni református egyházkerület püspöke bíztatta a fiatalokat beszédében. Joggal azzal a sikerélménnyel néztek bizakodóan a jövendő felé, hogy minden botlás, fáradtság, törődés ellenére eljutottak idáig. És valami új kezdődik, valami reményteljes, valami szebb, mint ami eddig volt. Eljutottatok idáig, és úgy érzitek, hogy tovább az áldás útján mentek, és a sikerek is mindjárt. Hohreg Dóra, 12. osztályos tanuló búcsúzott végzős diáktársaiktól. E békés boldog diák esztendő elmúlt, vissza sose jön, mint egy álom úgy suhan tova, diákok többé,
nem leszünk soha. Milyen tisztelt tanárok, itt jelenlévő büszke szülők, kedves ünnepeldiák társaim! 2014. május 1-e. Ez az a nap, amikor az itt lévő 97 diák belép a felnőttek világába. Ahogy Madács Imre is írta, ettől a naptól kezdve diákok, pontosabban gimnazista diákok nem lesznek többé soha. Tamás Janka ezt követően már a végzősök nevében szólt. Már jó pár éve kopogtatjuk az iskola padjait, legtöbben 4-5 éve, de vannak olyanok is, akiknek már 7 éve otthont ad a refé. Szereztünk jó és rossz tapasztalatokat, jó és rossz élményeket, jó és rossz kapcsolatokat. De most elérkezett a búcsú ideje, és be kell zárnunk ezt az ajtót, hogy ki tudjon nyílni a következő. A hagyományos zászlóátadást követően dr. Téglás Zsolt köszöntötte Ballagó diákjait. Ugyan lesznek kilométerek, amikor úgy érzed, ismeretlen területre értél, és nem vagy biztos abban, melyik lehetőséget választ az útelágazásban. De ne félj soha a segítségkéréstől, hisz nem ismerheted az élet összes kanyarját. Szüleid, családod mindig melletted fog állni, és ha eltévedsz, ne akar mindenre egyedül rájönni, vidd problémáidat Istenhez, és kérd tőle a megoldást. Ő nem fog csalódást okozni. Az ünnepség kapcsán 3 díjat adtak át az arra érdemes fiataloknak. A Tiszán innen református diákja díjat ebben a tanévben Kádár Tamás György kapta. Az Alma Mater díjat Tamás Janka és Mizsák Áron vehette át ebben a tanévben. Közel 320 középiskolás vett búcsút iskolájától a 2013-2014-es tanévben Sátoraljaújhelyen. Az intézményi ballagáson az iskolák vezetői és az alsóbb évesek búcsúztatták el a végzősöket, majd a ballagók köszöntek el iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. Régi Sátoraljaújhelyi hagyomány szerint az intézményekben lezajlott ünnepség után az iskolák utolsó éves diákjai a városközpontban találkoztak, ahol iskolavárosuktól is elköszöntek. A katolikus keritől 3 osztály 75 diákja vett búcsút idén. A ballagók átadták osztálytermeiket az alsóbb éveseknek, majd még egyszer végigjárták iskolájuk termeit, folyosóit. A római katolikus nagy templomban folytatódott az intézmény ünnepélye, ahol Gubala Róbert, Esperes plébános és az alsóbb évesek is elköszöntek a végzősöktől. A ballagók nevében pedig Juhász Vivien búcsúzott iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. Köszönettel tartozunk azokért az értékekért, amelyeket az évek során kaptunk. A tudásért, a hitért, a szeretetért és az emberségért. Hálával és köszönettel tartozunk nekik, a tanárainknak, az atyáknak, szüleinknek, az iskolánknak, egymásnak és legfőképpen Istennek. Az iskolaigazgató boldogságot és szeretetet kívánt ünnepi beszédében a ballagó fiataloknak. Engedjétek meg, hogy Böjte Csaba atya gondolatait idézzem. Te nem vagy egy sodródó falevél, nem vagy értelmetlen seb, hanem áldás és ajándék vagy. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel. Hát kedves ballagó diákok, én is ezt kívánom nektek. A Trefort Ágoston szakképző iskolától 70 diák búcsúzott. Tiszteletükre ünneplőbe öltöztették az oktatási intézményt. A végzősök nevében pedig Szanyi Eszter búcsúzott. Most elbúcsúzunk, de véglegesen el nem várunk, hiszen láthatatlan fonalak örökre összekötnek bennünket. Tovább visszük az itt szerzett örömet, tapasztalatot, tudást és azt a vágyat, hogy megismerjük, megértsük a körülöttünk lévő világot. Az intézmény vezetője jó tanácsokkal és jó kívánságokkal engedte útjukra a fiatalokat. Ne feledjétek az együtt töltött szép perceket, emlékezzetek a versenyek sikereire, osztálykirándulásokra, az első szerelemre, a barátokra,
a külföldi gyakorlatok által megtapasztaltakra. Jussanak eszetekbe a türingiai erdők csendjei s a Portsmouthi kikötő forgataga. De ne feledkezzetek meg a kudarcokról sem. Régi újhelyi hagyomány szerint a középiskolák ballagó diákjai iskolavárosuktól is búcsút vettek. A központi ünnepségen Szamosvölgyi Péter polgármester szólt a fiatalokhoz. Mennyi mindenhez ragaszkodunk életünk elejétől fogva. Például az iskolához, tanáraitokhoz, értékeitekhez, barátaitokhoz, családotokhoz, szerelmetekhez, hazátokhoz. És amit én kérek tőletek, hogy makacsúr ragaszkodjatok életetek által és életetek kapcsán kitűzött céljaitokhoz. A városi ünnepség műsorában közreműködtek a mezőgazdasági szakközépiskola és a gimnázium diákjai. A ballagók nevében pedig Korsós Daniella dalma a katolikus keri diákjai köszöntársátora a Jóújhelytől. A 4-5 év legmaradandóbb élménye és értéke számomra az, hogy együtt éltünk, együtt töltöttük napjainkat. Személyes és emberi történetünk közössé vált. Közös történetet írtunk, ami csak a miénk. Sátoralja új helyen az 5. István katolikus szakközépiskola és gimnáziumtól, a Szepsi Lackó Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskolától és a Kossuth Lajos gimnáziumi szakközépiskolától, valamint tagintézményétől, a Trefort Ágoston szakképző iskolától, illetve a várostól közel 320 végzős diák vett búcsút a 2013-2014-es tanévben. Látványos szakaszához érkezett a sárospataki római katolikus bazilika felújítása. A napokban már felkerült a toronyra a rézlemezborítás, és napokon belül megkezdődik a templomhajó tetőszerkezetének befedése is, szintén rézlemezzel. Közben zajlik már a templom külső kőborításának felújítása is, de ezzel párhuzamosan megkezdődött az orgonaszekrény festése is. Gőzerővel zajlik a sárospataki római katolikus bazilika minor felújítása. Most már az itt élők számára is láthatóvá vált a torony tetőszerkezetének rézlemezzel történő beborítása, amit hamarosan a teljes tetőszerkezeten is végrehajtanak majd. Emellett megkezdődött a külső kőfalak helyreállítása is. A leglátványosabb átalakulás ezek mellett az oratóriumi részt érinti. Elkészült a oratórium magasítás, ami hát megmondom őszintén az én számra, ez a leglátványosabb, főleg nem közelről nézve, tehát még messzebbről nézve, ez nagyon kiemeli majd a templomnak a tömegét, ez nagyon meg fogja szépíteni szerintem a látványát. Ide kerül majd az a 24 darabból álló harangegyüttes, amely különleges színfoltja lesz mind a templomnak, mind a várnegyednek. Ezek várhatóan a jövő hét folyamán megérkeznek Sárospatakra, és a helyükre is emelik azokat. Emellett a templomban is zajlanak azok a munkálatok, amelyek már a belső megújulást hozzák. Az orgonaház alapozása, tehát a festékkel vagy ilyen megfelelő anyagokkal történő alapozása, a márványozás alá való alapozás, ugye az tavaly megtörtént, és éppen ma érkezett meg a restaurátor, tehát ő most már kezdi élesben a orgonaháznak a szépítését. Arról beszámolt ő ma reggel, hogy elkészültek a faragások, a faragásoknak az aranyozása, tehát azok a elemei az orgonaháznak, amelyek sosem készültek el, amelyeket valamikor megrajzoltak, de eddig nem készültek el az elmúlt 220-30 évben, de most már megvannak. Az átalakításoknak még így sincs vége, hiszen a színes üvegablak helyének kialakítása is jelentős munkát igényel. Az üvegablak kérdése is hát előre haladt viszonylag nagyon, de ott még komoly munkák most jönnek, tehát még a helyének a kialakítása, mert át kell alakítanunk az oratórium ablakának a váz szerkezetét át kell alakítani, de majd egy komoly lakatos munka lesz. Az ütemtervszerű munkálatokat nagyban segíti a kedvező időjárás. Amennyiben ez így marad, hamarosan láthatóvá válik a felújítás nyomán megújult külsőben pompázó bazilika. Várossá nyilvánításának 45. évfordulóját ünnepelte Záhony. A határmenti településen helytörténeti kiállítással, ünnepi műsorral,
kitüntetések adományozásával és időkapszula elhelyezésével emlékeztek meg az évfordulóról. Záhony városi története összefonódik a rendszerváltással, a vasútnak köszönhető töretlen fejlődés megtorpanásával, amely a Szovjetunió szétesése után következett be. A település korábban egy olyan szárazföldi kikötő volt, amelyben évi 20 millió tonna árut rakottak át. A város azóta más területeken igyekszik folyamatos fejlesztéseket végrehajtani, úgy tűnik sikeresen. Az elmúlt években ugyanis sok milliárd forint értékű beruházás valósult meg, mondta Háda Imre polgármester. Összességében azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk, a város jelentősen fejlődött, milliárdokban mérhető. Itt összességében beszélünk MÁV, határátkelő, tehát egy nagyon sokrétű, bonyolult település. Én azt hiszem, hogy összességében inkább eredményekről tudunk beszámolni. Háda Imre hozzátette, a fejlesztések tovább folytatódnak, hiszen a kormányzati adósság átvállalásnak köszönhetően az idei az elmúlt 25 év legjobb költségvetése. Az önkormányzat az évforduló apropóján új elismerést alakított Záhony városáért címmel, amelyet Rusznák András a MÁV debreceni területi igazgatóságának vezetője vehetett át, aki évtizedeken át dolgozott a határváros fejlődéséért. Városom, én köszönöm ezt a 25 évet, bár most elsodort az élet egy másik városba, de a szívem mélyén én mindig záhonyi maradok. Azt kívánom a záhonyi fiataloknak, hogy éljék át ismét majd azt a nyüzsgést, azt a gyarapodást, amikor a város ismét fejlődni fog. Köszönöm szépen! Az ünnepségen Dalosné Rozgonyi Erzsébet Mária és Gál Istvánné Szántó Klára közszolgálatért elismerést vehetett át. Az önkormányzat az évforduló alkalmából 25 gazdasági, társadalmi szervezetet, intézményt és magánszemélyeket részesített elismerésben, akik a várossá avatás időpontjától számítva jelentős szerepet töltöttek be Záhony gazdasági és társadalmi életében. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola és művészeti iskola tanárainak és diákjainak műsorát követően az ünneplők átvonultak a Városháza előtti térre, ahol egy leghamarabb 2039-ben felnyitható aznapi helyi és térségi lapszámokat, egy kis filmet, valamint Háda Imre polgármester beszédét tartalmazó időkapszulát helyeztek el üzenetként a jövő záhonyi polgárainak. Én vagyok az, aki nem jó, fellegajtó nyitogató. Végül főpéreink még egyszer egy-egy mondatban. A Magyar Kálvária stációinak örökbefogadására hirdetett pályázatot Sátoraljóújhely önkormányzata. Helyi csoportok bemutatójával a vízikapunál tartották a városi majálist Sárospatakon. Jó forgalomra számítanak a hosszú hétvégén az Emblén kalandparkban. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!